92 cm-en áll jelenleg a velencei tó vízállása. A minimum szabályozási szinttől ez a vízállás 38 cm marad el. Ha már a helyzet kritikusnak tűnik, mégsem példa nélküli mindez a tó életében. Mint azt a vízügyi igazgatóság közép dunántúli igazgatója a Vörös elmondta, 10-12 évente előfordul mindig olyan 3-4 év, amikor az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullik a tó vízgyűjtő területén így jelentősen csökken a vízszint is. Az elmúlt egy-két év csapadékátlagait nézve idén érkeztünk el a szárazabb időszak harmadik évéhez. Várhatóan a következő év az már fordulatot okoz a vízgyűjtő területen. Hogyha ezt számokba is kifejeznénk, akkor azt mondom, hogy 2021 évben, ha megnézzük az egész éves csapadék mennyiséget, az gyakorlatilag kevesebb, mint 470 mm volt a vízgyűjtőn. A sok éves átlag az 540 mm, tehát annak körülbelül 86%-a hullott csak le a tavalyi évben, és ezt most tetézi az idei első öt hónap, hiszen 2022 első öt hónapjába összesen 107 mm hullott, tehát 10 centi csapadék hullott csak a vízgyűjtő területre, ez azt jelenti, hogy 59 a sok éves átlagnak. Tehát tovább tart ez a fajta szárasság. Csonk István hozzáteszi, pont az ilyen helyzetek miatt épült a 70-es években két tározó is. Az álmai és a pátkai a tó víz utánpótlásának biztosítására. Ám ezek a tározók az évek során elavultak, és nem tudják azt a vízminőséget biztosítani, mely megfelelő lenne. A magas foszfor és nitrogén szint miatt felszaporodtak bennük az algák. A tározók felújítása előkészítés alatt van, addig azonban biztosítani kell valahogy a velencei tóvíz utánpótlását. Erre dolgozott ki tervet a vízügy. A vízügyigazgatóság felmérte már egy olyan megkerülő csatornának a nyomvonalát, ami kikerülné a pátkai tározót, tehát ami most pillanatnyilag érkezik friss víz a császárvízen, ez nem bemenne a pátkai tározóba, aminek már most is rossz a vízminőség és nem lehet leengedni, hanem megkerülni a tározót a szivárgóárkon keresztül. A vízügyi igazgató hozzátette, ha megszületne a döntés és megfelelő forrás állna a rendelkezésre, a velencei tavat a Dunántúli Karszt vízkészlet, ivó vízkészleten felüli töbletéből lehetne még feltölteni. fehérvált csurgó, és bánya is csor felől, hiszen ezen irányokból a csővezetékek rendelkezésre állnak, csak fel kellene újítani a rendszert.